A szokásos karácsonyfagyűjtő akcióval indult a 2023-as év az Éjszaka a Földi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-nél. Több mint 110 vágott fenyőt vitt be a lakosság a Nem sokkal később pedig már a különválogatott papír, műanyag, öblösüveg, fém, csomagolási hulladékot, valamint az italos kartondobozokat várták tavasszal a hulladékért virágot akció keretein belül. Ahogy szinte minden évben, júniusban is tűzzel kellett megküzdeni az orosi telephelyen, közel 500 négyzetméteren lángolt az összehordott hulladék egy öngyulladás következtében. És bár ezek alapján csendesnek tűnt az év első fele, a háttérben komoly munkák zajlottak. A első fél évben még az NHKV ZRT-vel voltunk kapcsolatban, ő volt a hulladékgazdálkodásnak úgymond a megrendelője, finanszírozója, második fél évtől pedig már a Mohumol Hulladékgazdálkodási ZRT volt ez. Ez igen jelentős változást okozott társaságunk életébe, több szerződést kellett megkötnünk, újra kötnünk, más elszámolási alapra kellett átállnunk, tehát ez egy elég, elég munkás év volt ebből a szempontból. Ettől eltekintve, amit a lakosság észlelhetett mindenből, én nagyon remélem, hogy semmit nem vettek észre, tehát igyekeztünk a szolgáltatást ugyanúgy végezni, ahogy eddig az évek folyamán az előre kiadott hulladékgazdálkodási naptárak szerint végeztük a munkánkat, és ugye, mint ahogy azt mindenki észlelhette, a hulladék díja sem változott. 2023-ban változás volt több hulladéklerakóban is. Olyan korszerű központ épült például Kisvárdán, amelyben három oldalról zárt körülmények között tudják válogatni a szelektív hulladékot. Emellett szemétszállító autókat is vásároltak és beszereztek csak nem százezer darab kukát. Fejlesztés volt nagy a Cseden is, itt új csarnokot adtak át novemberben, hogy szabályozottan és biztonságos körülmények között folytathassák a munkát a szakemberek. Hulladékkezelést, hasznosítást és ártalmatlanítást is végeznek a városban. Ezzel 70 család megélhetése biztosított. A teljes kehopos projekt közel 7,5 milliárd forint. Ennek keretében a Nyíregyházi csarnok is bővült egy új optikai válogatóval, amelyben az infravörös szenzorok 90% fölötti pontossággal tudnak dolgozni, ha a hulladék minősége megfelelő, tehát csak csomagolási hulladék van benne. Ezzel a beruházással annyira egy házi központ lett az ország egyik legnagyobb és legmodernebb hulladékkezelője. A rendszer finom hangolását azonban folyamatosan kell végezni. Azért ez nagyon komoly feladat itt jelen pillanatban két válogatósoron összesen átlagban négy műszakban száz embert megmozgatni, nekik munkát adni, a hulladékot bálázni, nyilvántartani, kiadni, stb. stb. Tehát ez valószínű, hogy komolyabb feladat lesz a következő évben, mert hogy nőni fog a szelektív hulladéknak, illetve a kiadott hulladéknak is a mennyiségbe, mennyisége. Egyébként pedig jogszabályok alapján 2024-ben jelenleg úgy tűnik, hogy a Közszolgáltatás, illetve közszolgáltatási résztevékenység színvonala nem fog változni, amiket 23-ba csináltunk gyűjtést, azt fogjuk 24-ben is. Ami a lakosságot érinteni fogja, és az egy nagy újdonság lesz, az a kötelező palack visszaváltási rendszer. Abba a társaságunk nem igazán vesz részt, illetve annyiban vesz részt, hogy a újrahasználati pontokon begyűjtött, a visszaváltó pontokon begyűjtött palackok, ha minden jól megy, akkor itt kerülnek majd finom válogatásra. 2023-ban néhány százalékkal magasabb volt a szelektíven begyűjtött hulladékok aránya, mint a korábbi években, ezt a növekvő tendenciát pedig szeretné a társaság folytatni 2024-ben is, hiszen ez azt jelenti, a lakosság tudatosabban válogat, elérik céljukat a szemléletformáló kampányok.